Az Ausztrália déli részén és Tasmániában őshonos Bennett kenguruk kicsinyei egy hónapos vemhesség után igen fejletlenül jönnek a világra. Születésük után az embrionális állapotú apróságok tehetetlenek és teljesen az anyjukra vannak utalva. Viszonylag erős mellső végtagjaik segítségével másznak be anyjuk erszényébe és ott töltik életük első hónapjait. Az erszényes állatokra jellemző, hogy nagyon fejletlenül hozzák világra kicsinyeiket, így van ez a Bennett kengurukkal is, hiszen az apróság körülbelül 1 grammos születésekor, csupasz és vak, annyi ereje van csupán, hogy bemenjen az erszénybe, és ott egy csecsbimbóhoz tapad. Az erszény lakóinak különlegesség, hogy olykor nem csak egy kis lakója van, hanem több is, van egy nagyobb szőrös, és van egy aprócska is, és éppen ezért az anyaállatnak a két csecsbimbójából kétféle minőségű tej jön. 3-4 hónapos korban dugják ki először a fejüket, 5 hónaposan pedig már időnként kimerészkednek az erszényből. A köztudat a kengurukat gondoskodó állatnak ismeri, a nőstény azonban saját testi épsége érdekében akár az újszülöttjét is feláldozhatja. A kenguruk általában a Kismama magazinoknak a kedvenc emblematikus állatai, azt azonban érdemes tudni, hogy nem éppen a legpéldásabb anyákról van szó. Ha veszélyben érzik magukat, és a hatalmas nagy erszényben lévő kölyök az mozgásában korlátozza, akkor tovaugrik, miközben kidobja a kölykét az erszényből, feláldozva azt a ragadozónak. A Bennett kenguruk Ausztrália bozótos területein élnek, táplálékukat fűfélék, levelek és látszáró növények alkotják. Nyíregyházán az állatpark Ausztrál kifutójában például emukkal és dingókkal élnek együtt.